Harmad cseppek egy fűszálon, lábnyomok a vizes homokban, reggeli felszálló pára a Gemenci erdőben. Mi a közös bennük? A víz. Március 22-én a Víz Világnapja alkalmából Tolnán a Magházban Tavaszi Szél Vizet Árasz címmel nyílt fotókiállításon a világ számos pontján megörökített vizes élőhelyeket csodálhatnak meg az érdeklődők a fotós Alexandra Manea fényképezőgépének lencséjén keresztül. A tárlatot Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki elmondta, fontos, hogy legyenek ehhez hasonló események, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy sokkal tudatosabban kell élni az életünket és óvni a természetet. Kincseket. Alapvetően azért is nagyon fontos ez a mai kiállítás, mert Alexandra egy igazán szép utazásra invitál minket, és tulajdonképpen talán arra hívja fel a figyelmet a legjobban, hogy a víz az milyen fontos, és milyen nagy kincs az ember életében. És egyébként ma van a Vízvilágnapja is, és alapvetően azt gondolom, hogy a mi Magyarországon nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy víz nagy hatalom vagyunk, hogyha a dubai világkiállításnak a tematikáját megnézzük, akkor a dubai világkiállításon is a vízre fókuszálnak a szervezők, és arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyarország milyen gazdag ebben a kincsben. És valójában a víz az egy olyan értékünk, ami a mindennapjainknak a része, és gondoljunk csak bele abba, hogy amikor otthon netán csőtörés van, és szeretnénk megnyitni a csapot. Egy nagyon egyszerű példát mondok, de hogy mennyire kellemetlen, és akkor vesszük igazán észre azt, hogy azok a természetes dolgok, amik a mindennapjainkban természetesek, azok valójában milyen hiányt tudnak jelenteni, és arról nem is beszélve, hogy az emberi test 70% a víz, és itt éppen olvastam az egyik kiállítási darabban, hogy akár másfél nap alatt kiszáradhat az emberi test, hogyha nem viszünk be megfelelő folyadékot, szóval alapvetően azt mondhatjuk, hogy a víz nélkül nincsen élet. És a víz a mindennapi életünknek a szerves része és megkerülhetetlen része. Egy nagyon szép kiállításon vagyunk itt ma, mindenkinek ajánlom, hogy tekintsék meg. A kiállított fotók alatt egy-egy gondolat vagy idézet olvasható, a képek sorrendje pedig nem véletlen. Alexandra évtizedek óta hívja fel a figyelmet a művészetén és a rendezvényeink keresztül a természettel való harmóniában élésre. Mindenképp érdemes végignézni, mert az egész egy sztorit ad vissza, az egész egy történetet mesél el, és a végén van egy csattanó, úgyhogy érdemes tényleg szám szerint végigmenni és elolvasni az idézeteket és a történeteket hozzá. A víz miért fontos? A Földünk kb. 70%-át víz borítja. Testünk kb. 70%-a víz. Tehát itt már van egy összefüggés, úgy gondolom. Hozzáteszem, itt ez a történet, ez az én fikcióm csak, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az állóvízbe kavicsot bedobni, hogy az emberek fölébredjenek. Találhatóak itt fotók nem csak Gemencből, ugye Európa legnagyobb ártéri erdejéről beszélünk, amikor Gemencről beszélünk, hát ez abszolút a number one nálam. De nagyon szerencsés vagyok, hogy fotózhattam tényleg a világ számos nemzeti parkjában, az ázsiai kontinensen, Afrikában, az amerikai kontinensen és Latin-Amerikában. És fantasztikus helyek vannak a világban. És ahogy ezt így összehasonlítva, a víz valóban az, ami nélkül az élet elképzelhetetlen. Alexandra elhivatott környezetvédőként kiemelten fontosnak tartja, hogy óvjuk, védjük az édesvízkészleteinket, hiszen ezek a készletek a pazarló életmód miatt egyre fogynak. Gondolok itt arra, hogy egy ember körülbelül másfél nap alatt képes kiszáradni ivóvíz nélkül. 2 liter szükséges ivóvízből arra, hogy normálisan tudjon az ember élni, és ezt a 70%-os víztartalmat fönn tudja tartani a testében. Az emberek többségének a Földön ez nem adatott meg. Ehhez képest mi itt Európában ivóvízzel öblítjük le a WC-t. Egy víztartálynak kb. 9 literes űrtartalma, és ki lehet számolni, hogy ki hányszor öblít ivóvízzel. Szóval ezek azért annyira ellentétes dolgok, és nagyon-nagyon pazarlóak vagyunk, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha mi
nem lépünk emberek, és ezért is nagyon fontos a közösségeknek a kialakítása és lépni ez ügyben, mert az időnk meg van számlálva. Mint ahogy ott azon a fotón is látszódik, ott a homokban, ez egy szabályos óra egyébként is érdemes megnézni. A tárlatot április 19-ig lehet megtekinteni Tolnán a Magházban.